Üdvözlöm a helyekérdeket. Üdvözlöm a testő tagokat. Engedjék meg, hogy gratuláljak a megváltás alkalmából. És meghallgattuk a polgármester úrnak a tájékoztatását. Őszintén elmondta, mi a hiányosság, milyen volt a 2010-es év, mire számoltunk. El kell mondani, hogy nem beszélj a kezek, mert itt az országot, ha figyelünk egyik a tévébe, hagyjuk, hogy milyen problémák vannak, és itt ez lecsapódik erre a testőti tagokra is. Én arra kérném ezt a testő tagokat. Jó, mondta a polgármester úr, a jobbik vagy balos, hogy győzött, mind győzött, minket ez már nem érdekel. Ezt el kell felejteni. Mi annak fogunk körülni, mert a testvértag most már közösen együtt húznak, együtt oldják a problémákat, nem fogják egymást piszkálgatni, döntések együttetért legyenek, mert megmondom őszintén, ez gyakorlatból volt az augusztus 20-a ünnepség, a 11 testvértag, ott volt a primim, a hozzábeszéd, amit Pekka úr mondott, a székek megvoltak, ott csak 5 testvértag ült. Ami azt jelenti, hogy valahol ezek a széthúzások azt jelentették, hogy ez a radírozások ide-oda az nem működik. Ez úgy működik, ha vállunk egy balhét, együtt vagyunk. Mert nagyon tudjuk, hogy ilyen egy választás, mint nem volt, mint most volt ebben a mándokban. És örülnek, hogy ez így alakult, és azért is mondom el, és ehhez minden testetagnak kívánunk egészséget, és van hozzáállást, hogy ez közösen zajjon le mindent. Hát itt vannak problémák, amit ugye el kell tovább mondanom, és nagyon örülök annak, hogy ez a város tulajdonképpen fejlődött. Ezt nem mondom, hogy nem fejlődött, mert tulajdonképpen most már ezt a fejlődést tovább úgy lehet vinni, amit itt elmondta a polgármester, hogy a támogatásokat meg kell pályázatokat megadni. Itt el kell mondani, hogy itt az egészségügyi témában is el kell mondani, hogy elértük azt már most tulajdonképpen, hogy itt nagyon gratulálni tudok a helybeli közorvosoknak, mert reménységen felül nagyon jól végzik a munkájukat, amit mindenki csak dicsérte tud elmondani. És tovább is kívánok nekik, ezt így csinálják. Az, hogy mit kell tovább a rendelőket csinálni, az egy dolog, a pénzügyi témában múlik, amit elmondott a polgármester úr. Tovább el akarom mondani még azt, hogy a városban minden ember egyforma. Akkor elvárjuk azt is, nem csak a Petőfi utca, vagy a Kossuth utca, vagy a Rákóczi utcára figyeljünk oda, hanem az emberek érdeket most már vegyük figyelembe keményen. Le kell menni a 6. utcába, a Perun utcába, a két, itt a Kertész Pista becsatlakozás, itt van itt az utca rész, egy pár, mit tudom én, 60 vagy 70 méter. A Pem utcában, megmondom őszintén, járok ottan, a víz ottan a Gyertfúr Pista a lakását majdnem elviszik. Nem tudom, hogy nem mentek meg a polgármester testülethez, és valójában erre most már fel kell figyelni. A Pem utcának a sarkánál, a sütői Gyurinek a kerti végében. Úgyhogy azok az emberek tulajdonképpen emberek és gyerekek is onnan járnak fel, legtöbben az iskolába, és sárba, kotyanokba. Szóval most már aludjunk oda, hogy nézzük azt az embereket is úgy, mint nézzük a többi embereket. És ebből kérem a testőtagokat, hogy ezt mérjék fel, és támogatásokból hassanak oda, hogy faragjanak le az oldalnak, vagy költségvetés, vagy a másik helyekről, és oda azt ad a jártekot, ahogy járt meg, mert valójában ezt meg kell oldani, mert azok is emberek. A mások a munkaerőnek a programjáról. Hát vannak ott olyan dolgok, hogy valójában nem látom helyeseknek azt a dolgot, hogy és nagyon helyes, hogy mindenki a kapuját tulajdonképpen sok ember ottan elbíjé, viszi a szemeteket, mert ezt a pénzt fel lehetne használni tulajdonképpen más helyekre is, és itt valójában csökkenteni kell ezt a megoldásot, mert hát én tudom elgerni az udvaromat, meg az utcámat, akkor elvéljél már mindenki. Mert ez valahol egy kicsit ez egy furcsa dolog. Majdnem magyarán megmondja, kinyújjuk a egyes embernek a segít. Ezt túl már kimondtam. És ezt itt az az embereket más helyeket csoportosítani, ahol a jösségnek használva válik, vagy mondtam, forráskat van.
van még egy dolog, amit már régen elszettem a vizet, ami nem megy úgy fel az agyamba, hogy én itt a polgármesteri urakot, hogy adjunk meg a pályázatot erre a géparnak a működésére, hogy adjunk meg olyan pályázatot, hogy Mándok városában legyen egy MTZ-i, egy torolomba, vagy egy polkocsi, egy szemetfordó valami megoldással, mint van a bőzötei községekben, és én nem hiszem, hogy ezt nem lehet megoldani. És ezt minden megoldanának ezek az avók, és az egy színvonalban egy kicsit valahogy jobban nézne ezt ki. Én szeretném elmondani, hogy üdvözlöm új kapitány urat, nem tudtam, hogy eljött valaki Gábor úr, örülök neki. Tulajdonképpen ebben azt akarnám megmondani, hogy ez a közbiztonság valahogy ez valahogy olyan, mit tudom én nem tudom, ezt már most felhozom, mert Mándokon legalábbis tudom, hogy vannak problémák, de kell is rendőr, mert nagyon kell, de van egy gyűlözött vált, amikor bejön egy mikrobusz, 20-re kiszáll, megállítok egy személykocsit, 10-re körülveszi, és valahol, én nem tudom valahogy, hát mondjuk előtt, hogy jogállomság, vagy szirénával utána menek egy 50 km sebési haladó személy után, egy kocsi elő leszorítsa, a mások hátul, kódolkedik, szandászosság, kihány egy kocsit a felsejét, valahogy nem tudom, rendőrállomból élünk, vagy nem tudom, hogy van, de felkérném az új kapitánnak a témát, mert kiküldik azt a rendőrökhoz, hogy méltóságosan bánjon meg a személyekkel. Kell a fegyelem, végül szállítsanak le, bármikor, de valahogy ez kicsit furcsa ez a túlkapások az aója. Mert várják a rendőrök, vagy a civil állampolgárok, támogassák a rendőrök segítséget. Ne rúgjon, kapitány úr, ha itt fognak állni, nem utában is fogják. Most, oké. Rendben van. Most akkor tulajdonképpen ez a téma, hogy ebből a dologból itt valahogy ennek úgy kell nekiállni, hogy itt jó legyen a személyeknek is, meg jó legyen mindenkinek, hogy ez helyre jön. Úgyhogy a további munkához csak azt tudom mondani, ennek a testületnek kívánok erő, egészséget és munkáját, sok sikereket. Köszönöm. Azt hiszem, hogy lehet, hogy a fény miatt ezre itt van Harmadi Gábor úr. Semmi gond, mert foroghatsz te és nézheted bármelyik irányba, hogy merről beszélsz, szóval bár, de nem biztos, hogy sokszor azért mosolni kell, mert idősebb a szeme, lehet, hogy nem olyan jó. Maradjunk annyiba, hogy inkább úgy vettem észre, hogy véleményt mondtál, de azért egy-két dolgot megjegyzek. Amennyiben lesz, mert eddig Petrot mostanában nem láttuk, nem voltak ilyen képalkra kiírások, nem így működik. Tudjátok, hogy több millió forintba kerül egy ilyen. Nem zárkózunk el, még egyszer mondom, attól, hogy amennyiben van ilyen kiírás, és a saját forrást meg tudjuk lenni, és hozzá tudjuk tenni, természetesen fogjuk fejleszteni a képalkunkat. Most ez a kis tiga, meg van egy kecskeszalvónak, vagy akármivel a fiúk, amit járnak és csinálgatják. Igen, ha úgy fog állni anyagilag, akkor azt mondom, hogy talán ez a képviselőtestület is azt mondja, hogy hát miért ne csináljuk. De egyelőre mondom, nem látjuk azt a lehetőséget, ezt a kiírást. Lehetem meg közben két olyan számot a búzával kapcsolatban, és az előbb azért nem választottam le, mert tudtam, hogy durván egy olyan több mint 5 millió forint, és nem akartam addig bizonytalan számot mondani. Igen, a burza és a tankönyv támogatás az önkormányzatnak 5 millió 200 ezer forintjába kerül, hogy pontosan mondjam neked, a burza és az aranyösztöndíj 2 millió 185 ezer forint, és 3 millió 042 ezer forint a tankönyv támogatás. Csak ez a két tétel. Csak ez a két tétel, Lali. Sajnán nem tudom, esetleg kapitány kívánna, de a rendőrség dolgában én biztos nem szóltam, és nem is akarok. Köszönöm. Ha van még más kérdés, akkor